Ugye egészen 90-ig, amíg nem volt rendszerváltás, azért arra gondoltam, hogy itt van rám szükség. Volt egyfajta küldetéstudatom, ami sajnos még mindig egy kicsit megvan. És ezért nem akartam elmenni, bár elmehettem volna, hiszen anyám Kanadában élt, és 16 éves koromban már jártam ott, de úgy éreztem, hogy ez az igazi feladat itt. Hát mondhatnánk azt is, hogy harcolni, de nem erről van szó, hanem a művészet segítségével valami újat megmutatni. És amikor a rendszerváltás megtörtént, és láttam, hogy nem egészen azért ilyen ez az ország, mert az oroszok semmit se engednek meg, hanem azért ilyen Magyarország, mert ilyenek a magyarok, akkor úgy éreztem, hogy ugye nem akarok tovább Magyarországon magyarok ellen küzdeni, és végre elindulhattam, amit mindig is, ahova mindig is vágytam és szerettem, abba a kultúrába, amit csak távolról néztem és hallgattam, és úgy éreztem akkor még, majdnem 40 évesen, hogy még mindig itt van a lehetőség, hogy én magam csináljam azt az amerikai kultúrát. Hát ebben először ez úgy volt, hogy kimentem először Kanadába, de aztán az nem tetszett nekem Vancouverbe, az az élet, és akkor hazafele megálltam New Yorkba, és akkor nagyon megtetszett New York. Nagyon megszerettem, és még az a szerencsém is lett, hogy egy galériába lett egy kiállításra ígéret, úgyhogy vissza kellett menni New Yorkba, és aztán 5 évig minden évben jártam New Yorkba, próbáltam ott érvényesülni, vagy megtapadni, de sose sikerült, viszont nagyon szerettem New Yorkot. És hát mindenféle körülmények között laktam híd alatt, laktam pincébe, laktam a konzulátoson, laktam a Van Fifth Avenue felhőkarcolónak az egyik drága lakásában. Úgyhogy mindenfele. New York az egy olyan kaland volt, ami egy pillanatra nem volt unalmas. Még aludni se volt az embernek kedve, hanem inkább éjjel-nappal az utcákon lenni. Minden bolt, minden sarok egy újabb élmény volt. Még mindig el tudom hinni azt, hogy aki Amerikában van, abban bármi megtörténhet. Bármi, ha kitalál valamit, ami kell az embereknek, akkor ott az megvalósul. Minden arra vár. Egy olyan üresség van Amerikában, az egész, a táj, a hely, a föld, az, amit érzel, hogy nincs senki, még így is, hogy elég sokan vannak. A befogadás is egész más, mint itt valahogy, mert hogy mindig valami hiányzik. Azt is lehetne mondani, hogy ezek az amerikaiak boldogtalanok. Mindig kell nekik valami. Mindig valami nagyobb, jobb, hosszabb, nehezebb. És minden pillanatban meg akarják oldani azt a problémát, ami éppen van. Nem dőlnek hátra, nem szórakoznak, nem töltik szórakozással az időt, hanem a dolgok megoldásával. Most egy olyan ember, mint én, aki szintén ebben a betegségben szenvedtem, amíg nem öregedtem meg, hát nekem ez ideális volt. Ugye 90-ben nagyjából elmentem, 2004-ben jöttem vissza. Ez alatt az idő alatt Magyarország teljesen megváltozott. Megváltoztak az emberek, a fontos emberek, megváltozott a rendszer, megváltozott minden. És aztán itt voltam, és próbáltam magam ebbe belehelyezni, de csak úgy, hogy úgyis visszamegyek. Ebből föl akarok ébredni, ebből a rémálomból. De aztán ugye vidéken vettem egy házat, és rájöttem, hogy az igen, ez egy nagyon izgalmas kaland. Ugye vidéken élni, korlátozott körülmények között, már úgy értve, hogy nem nagyon sok pénzzel, azt jelenti, hogy magadnak kell mindent megoldani. Segítségre nem nagyon számíthatsz,
még az életed is veszélyben foroghat. És ugye, ami kaland volt számomra, hát a vidéki élettel sose foglalkoztam, nem is érdekelt. Arra gondoltam, hogy ott a hülye emberek vannak vidéken, a parasztok, akik nem értenek semmihöz, és azért is élnek ott, és túrják a szart. És mikor oda kerültem, rájöttem, hogy ennél nagyobb és fontosabb tudomány, vagy életforma nincs is, mint a parasztoké, hiszen azoknak értenie kell a természethez, az időjáráshoz, a biológiához, az állatokhoz. Éjjel-nappal harcolniuk kell a természettel, hogy milyen különleges és izgalmas élet ez a városival szemben. Ugye a városi életben nagyon sok minden előre meghatározható. Tehát azt lehet mondani, hogy 8-kor bemegyek a munkahelyemre, ha akkor bekapcsolom a gépet 8:45-kor, akkor 11-re 460 csavar jön ki, amit akkor eladok 650 forintért, és délután 3-ra lesz 94.000 forint. Csak mondtam valamit. Ez a mezőgazdaságban egyáltalán nem létezik, mert hiába kelek föl, hiába megyek ki kapálni, jön a jégeső, a sáska, a szomszéd. Igen, hát én vettem ott egy házat, egy elég nagy telekkel, ahol elkezdtem, felszántottam, akkor kiraboltak, akkor átvertek, akkor mindenféle történt, és akkor jött a pattanóbogár, a sáska, a hülye szomszéd, amit csak akarsz, megtörtént, de úgy éreztem, hogy élek. Élek, mert harcolok. Tudod? És a küzdelemtől megerősödtem. És hogy elképzeltem, ha visszamegyek Los Angelesbe, akkor ott ülhetek a házamba, rajzolgathatok, elmehetek ide, elmehetek oda, de közel nem érnek olyan kalandok, mint amik itt érnek. Hogy is mondjam csak. Tehát ez abból is fakad, hogy úgy szeretem a dolgokat, ahogy én csinálom. Hát ahelyett, hogy kompromisszumokat hoznék azzal, hogy hát jó, ez is. Ezért azt akarom, hogy ez így legyen. Ezért aztán visszatértem saját magamhoz, és erre jó a komputer, hogy minden úgy történik, ahogy én akarom, amit én tudok kihozni a komputerből, amit aztán meg is untam megint, és ezért aztán visszatértem megint a zenekarosdihoz, hogy bár nem olyan pontosan a zene, ahogy én gondolom, de olyan jó, hogy nem olyan. Mert ahogy a komputerrel valóban megtehettem azt, amit én akarom, de meg is untam, mert elkezdtem már unni saját magam. Hiszen mindannyiunknak, vagy legalábbis nekem vannak határaim, és ezek a határok előbb-utóbb unalmasak lesznek. Arról volt szó, hogy megmutatni, hogy én azt tudom. Olyan voltam, mint egy kisgyerek, aki rángatja egyfolytában a mamája kabátja ujját, hogy nézd, mama, milyen szépen tudok ugrani, milyen szépen énekelek, nézd, mit látok, milyen szép az a ló, milyen szép az a szöcske. Ilyen a művész, vagy ilyen művész voltam én is, hogy mindenáron szerettem volna megmutatni, hogy én mit látok. Ültem, és ahelyett, hogy nyugodtan néztem volna a tájat, azon morfondi, oké, de akkor ez hogyan lehetne ebből? Ha egy film lenne, akkor így kéne megmutatni, ha egy zene lenne, akkor azt így kéne játszani, hogyha egy kép, akkor az. És minden pillanatban egy ilyen nyugtalanság volt rajtam, és mivel elképzeltem magamról, meg is valósítottam valahogy azt, amit csináltam, azt, amit elképzeltem, illetve nem azt, hanem valamit, mert hogy mindig improvizáltam, tehát ez azt jelenti, hogy amit elképzelek később, amikor a megvalósulásra kerül, akkor már megint tovább alakul, és egész az utolsó pillanatig nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. Az én tehetségem abból származik, hogy nem tudom sose azt csinálni, amit kell. Hogy mindig valamit másképpen akarok csinálni. De ezért aztán mondjuk nem tudok egy dalt
elszaxofonozni, mert képtelen is vagyok rá. De szerencsére nem is akarok. Ugye az lenne a szörnyű, hogyha el akarnám játszani, de nem tudnám, de azt hinném, hogy eljátszottam. Ilyen a bizottság zenekart is próbáltam e felé vinni, hogy ne olyan számokat játszunk, mint amit mások játszanak, és ne is akarjunk, ezért például Laca lett az énekes, aki nem tud énekelni, vagy én lettem a szaxofonos, aki nem tud szaxofonozni, és ebből alakult ki egy érdekes dolog, amiből az emberek azt érezhették, hogy itt szabadság van. Itt valami fajta szabadság történik, persze azt nem kell nekik tudni, hogy nem. Mert mindenki a saját korlátai között próbálta meg azt képzelni, hogy azt csinál, amit akar. Ugye ez a szabad akarat kérdése, hogy van-e, vagy nincs. Nincsen szabad akarat, mert ezt az orromat most nem tudom ide hátra húzni, akárhogy szeretném. Nem lehet. Kész. És ha ezt nem tehetem meg, akkor én rabja vagyok a körülményeimnek, mert az orrom, ez most már itt lesz. Az, hogy az orromból ilyet csinálok, vagy levágom, ez nem szabad akarat. Ez egy nagyon korlátott lehetőség. Sose nagyon érdekeltek a gyerekeim. Úgy értem ezt, hogy a feleségem, aki főállásban foglalkozott a három gyerekkel, ő rá volt ez bízva, de mégis életemnek a legnagyobb törése az volt, amikor a gyerekeim fölnőttek, és kiderült, hogy már nincsen rám szükségük. Ekkor úgy éreztem, hogy az életem egy kudarc. Tudod? Ja, ez elég nehéz volt. Illetve próbáltam velük beszélni erről, de hát minden ember egy másik világ, minden ember egészen másképp látja ugyanazt, és azt, amit én úgy képzeltem, hogy a legnagyszerűbb dolog, amit valaha történhetett a gyerekeimmel, azt ők észre se vették, helyette valamire emlékeznek, amire én egyáltalán nem, ami nekik a legszörnyűbb dolog volt az életükben. Tehát rájöttem, hogy ebből nem is juthatunk közös nevezőre. Örülök, hogy egészségesek, jól vannak, és megvannak. Hát amikor megszületünk, az hihetetlenül nagy veszélybe kerülünk. Abba a pillanatban minden azért fog történni, hogy egyszer meghalljunk. Tehát az egész világ így működik. A természet szarik ránk. Mindenki megpróbálja túlélni az életét, amiben aztán előbb-utóbb meg fog halni. Vagyis nincsen semmi baj. Semmilyen veszély nem fenyeget, lesz, ami lesz. Tehát az örökös változás azóta van, amióta élünk. Azért csak azóta, amióta az emberek élnek, mert valószínű az embereken kívül nincs még egy olyan elbaszott lény, aki ennyire nem értené, hogy miért van. Az állatok nem nagyon depressziósak, nem tépelődnek, ha élnek, élnek, ha kell, akkor meg meghalnak, és vége, kampec. Na szóval, mi magunk csináljuk csak a problémát. Rajtunk kívül nem létezik probléma, mert a szél fúj, az árvíz jön, aztán elvonul, kisüt a nap, egyik se probléma, vagy ha akarjuk, mindegyik az, igaz? Tehát a világ olyan, amilyen. Engem izgat, mert izgalmas. Egy biztos, hogy számomra nagyon izgalmas. Nem ismerem azt, hogy unalom. Az életemnek örökké célja van, ha más nem az, hogy meg kell, hogy nézzem a telefonomat, hogy milyen hírek jönnek. Úgyhogy, hát kalandra fel.